Ebben a videóban a betűrendbe sorolás szabályaival fogunk megismerkedni. Ugye az ember azt gondolná, hogy hát a betűrendbe sorolásnál kevés könnyebb dolog van, hiszen ott van az ABC, és aztán ahogyan az ABC-ben követik egymást a szavak, úgy kell szépen betűrendbe sorolni őket. Ezt megerősítendő az első sorozatom, ez éppen egy ilyen sorozat lesz. Ugye állatneveket kerestem. Anakonda, béka, cica, csirke, darázs, ugye A, A, B, C, C, D. Tehát szépen haladunk valóban úgy, ahogyan az ABC-ben van. Általános iskola alsó tagozatban ezzel biztos, hogy nagy részletességgel már megismerkedtél. Az alapelv az az, hogy a magyar ABC-nek megfelelő helyre soroljuk be a szavakat. Azonban a második esetben már olyan szavakat láthatunk, ahol kis és nagy kezdőbetűk keverednek egymással, illetve van olyan, amikor nem is egy szót, hanem egy kifejezést kell betűrendbe illesztenünk. Ilyenkor a következő alapszabályt alkalmazzuk, az pedig az, hogy a betűrendbe soroláskor úgy tekintjük a betűket, mint egy betűfolyamot, tehát nem állunk meg a szóhatárnál, nem vesszük figyelembe a kis és nagy kezdőbetűket. Ezért a kap az első szavunk, utána a kép, hiszen hogyha két egyforma betűvel kezdődik a betűrendbe sorolandó két szó, vagy három, vagy négy, akkor az első eltérő betű helye határozza meg az ABC-beli rendet. Itt ugye az A az előrébb van, mint az E. A K betűben nem különbözik ez a kettő, tehát a második különbözőt kell figyelnünk. Az A, aztán az E jön, itt a kép és a két azonban az első két betűjében egyezik meg, ezért a harmadikat nézzük, és abban már különböznek, tehát annak segítségével már el tudjuk helyezni, ugye P, Q, R, S, S, T, tehát a P előbb van, mint a T. Kap, kép, két, nem tekintjük azt, hogy itt szó köz van, vagy bármi, egynek tekintjük, és utána a következő, a K után itt az R jön, ami ugye az A és az E után következik jóval az ABC-ben. Nem veszük figyelembe, hogy ez egy személynév, ezért nagybetűvel kell írni, hiszen betűfolyamnak tekintjük, a kis és nagy kezdőbetűk között nem teszünk különbséget, és az első egymástól különböző betű alapján soroljuk betűrendbe a szavakat. Ez volt tehát a második szabályunk. Következő sorozatban is szeretnék valami mást megmutatni, ez pedig az, hogy azzal együtt, hogy a kis és nagy kezdőbetűket nem veszük figyelembe, itt is ugye van egy ige és van két név, ezek közül az Ada egy ritkább női név. Itt azt is láthatod, hogyha egy besorolandó szópár vagy szócsoport esetében az egyik csak és kizárólag abban különbözik a többitől, hogy rövidebb, az a legrövidebb, abban a sorozatban az kerül az első helyre. Tehát az ad, ugye betű folyam, nem nézzük a kis és nagy betűket, az ad a legrövidebb, utána az AD-ben megegyezik ez a kettő is, illetve hát ez AA, erről majd a következőnél lesz szó, és az Ada és az Ádám esetében ugye itt ez a rövidebb, ez jön második helyre, és ez pedig harmadik helyre. De azért ezt egy picit már is gyorsan pontosítsuk, itt a harmadikban inkább csak azt akartam megmutatni, hogy a rövidebb és a hosszabb hogy viszonyul egymáshoz, ugyanis a legfontosabb szabály, ami talán újdonság lehet számodra, amit felső tagozatban szoktak megismerni a tanítványaink, az pedig az, hogy a rövid és hosszú magánhangzók között nem teszünk különbséget. Tehát az A-t az A-val, az E-t az E-vel, a rövid I, hosszú I, és így tovább, ezeket egyenrangúnak tekintjük akkor, amikor betűrendbe sorolunk. Ezért ezt a négy nevet úgy tekintjük, mintha mindegyik mondjuk A-val, vagy mindegyik A-val teljesen mindegy kezdődne, és ezért életbe lép az a szabály, amit itt tanultunk meg, hogy ha egyformán kezdődnek a betűrendbe sorolandó tagok, akkor az első különbözőt nézzük. Tehát itt az első különböző ugye a második betű, itt a B, aztán a K, aztán az N, és itt látjuk, hogy András és Andrea, ez egészen idáig, hogy Andr idáig megegyezik, tehát nem tehetünk mást, mint az ötödik betűt nézzük, mert az az első, ami a kettőt megkülönbözteti egymástól, és ez ugye azért az András van előbb, mert az A az előbb van a betű az ABC-ben, mint az E.
Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos szabály, vagyis, hogy a rövid és hosszú magánhangzók eset sem tulajdonneveknél, sem közszavaknál nem teszünk különbséget. Most térjünk tehát vissza erre az előzőre, és ezt egy kicsit akkor pontosítsuk. Tehát azért az ad az első, mert az a legrövidebb szó. Az Ada és az Ádám esetében pedig úgy teszünk különbséget, hogy tulajdonképpen odáig, hogy Ada, odáig egyforma, mert az Ada és az Ádá között nincs különbség, hiszen a rövid és hosszú magánhangzók között nem teszünk különbséget. Tehát ismét életbe lép ugyanaz, mint itt az Ad esetében, hogy itt azért az Ada van előbb, mert az a rövidebb, és nem azért, mert az kezdődik A betűvel, hiszen ez a kettő egyenrangúnak számít. Tovább haladva a betűrendes szabályok között, jöjjön a következő. Az pedig ez a sorozat lesz, azt mondja, hogy Kamilla, Kamilla, kis virág, opera, opera. Már ránézésre szerintem látod a szabálynak a lényegét, hogyha egy betűrendbe sorolandó szópár semmi másban nem különbözik egymástól, kizárólag abban, hogy az egyik köznévként kisbetűvel, a másik tulajdonnévként nagybetűvel írandó, akkor a köznévi változat van elő, tehát a kisbetűs kisbetű, nagybetű. Kisvirág jelzős szerkezet, kisvirág, mint tulajdonnév, az a második, mert az a nagybetű. Egy híres opera hangzott el a színházban, ez itt ugye köznév, és az operába megyünk megnézni a diótörőt, az ott egy tulajdonnév, tehát ilyenkor mindig a kisbetűs az első, és a nagybetűs követi. A következő szabályban azt látjuk, hogy ha olyan szót kell betűrendbe sorolnunk, amiben hosszú, kétjegyű mással hangzó van, amit ugye úgy írunk, hogy csak az első jegyet kettőzzük, ezt már a mással hangzók jellemzésénél megbeszéltük, akkor betűrendbe soroláskor nem így követjük, hanem szétszedjük az eredeti helyére. Tehát ezt nem két C-nek és egy S-nek soroljuk be, hanem kettő darab C-nek, mint hogyha abban a szóban lenne, hogy locscsan. Tehát két C-nek soroljuk be. A locscsant nem így kell írni, azt hosszú C-vel kell írni, és csak azért gépeltem így, hogy lásd, hogy mit jelent az, hogy szétválasztjuk. Tehát minthogyha egy C, majd utána még egy C jönne. Ugyanezt egy másikon, a királlyal szóban lévő ellipszi, hosszú ellipszironon keresztül is megmutatom. Tehát, hogyha betűrendbe soroljuk a hosszú kétjegyű mással hangzókat, jelen esetben egy hosszú ellipszilont, akkor azt kettő darab E-nek soroljuk be, mint hogyha az lenne, azt kéne szótagolnunk, hogy királlyal. Tehát egy ellipszilont és egy következő ellipszilonnak a helyét keressük a betűrendbe. Nézzük az utolsó szabályunkat a betűrendbe soroláskor. Ez pedig azok a szavaink, amelyek hagyományos betűket tartalmaznak, vagy esetleg betűkapcsolatokat. Ilyen például az a szavunk, az a vezetéknev, vagy igen, az a vezetéknevünk, hogy gál. Ezt ugye úgy ejtjük, hogy ha mint ez az AA, ez egy darab A lenne, de betűrendbe soroláskor mégis ez áll előbb, azért, mert az idegen vagy hagyományos betűket tartalmazó szavainkat betűnként soroljuk, tehát nem kiejtést követve, hanem betűnként. A ga áll az egy A és egy A betű a betűrendbe soroláskor, és ezért van előbb a betűrendes besoroláskor, mint a Gábor, mert itt az ugye odáig, hogy ga idáig egyformák, viszont itt az A betű után egy A jön, itt pedig egy B, tehát ennek kell előbb állnia. Ugyanezt láthatod a másik párunkon, az ötvös és az ördög szavunkon. Ugye az ötvöst itt a hagyomány elve szerint e-ő-nek írtam, de hát ezt ugye ő-nek ejtjük. De itt nem kiejtés szerint soroljuk be, hanem szétszedjük elemeire, és akkor az első, amiben különbözik, az az e betű, hiszen ez előbb van az ABC-ben, mint az ő, tehát nem kiejtés szerint soroljuk be, hanem szétválasztjuk betűkre, és ezért itt az E van előbb, ez áll közelebb az ABC első hangjához. Tehát a betűrendbe sorolás alapszabályai még egyszer a következők. Azoknál a szavaknál, ahol egyformán kezdődnek a szavaink, az első különbözőt vesszük figyelembe, ez az első újdonság. A második újdonság, hogy a rövidebb van elől, hogyha semmi másban nem különböznek. A harmadik újdonság, hogy a rövid és hosszú magánhangzók között nem teszünk különbséget. Negyedik újdonság, hogy a kis és nagybetűk között szintén nem, kivéve, hogyha semmi másban nem térnek el, mert akkor a kisbetűs áll előbb.
Ötödik újdonság, hogy a hosszú kétjegyű mással hangzókat szétválasztjuk kettő darab egy rövid kétjegyűre, és a hatodik újdonság pedig, hogy a hagyományos betűket tartalmazó szavakat nem kiejtés szerint, hanem az eredeti íráskép szerint, tehát betűkre bontva soroljuk betűrendbe.